ha érdekel, ez a séma bővebben is, akkor jelentkezz a séma tréningre, ott ugye erről nagyon sokat tanulunk, de ma mégis olyan hasznos infokat fogok adni, ami azért a megértés segíti, ez az elhagyatás. Amikor a klasszikus narcisztikus kapcsolati körforgásról beszélünk, tudod, a lovebombingról, az idealizálásról, majd a leértékelésről, aztán az eldobás-eltaszítás fázisa, és a hoovering, a visszaszippantásról, akkor úgy gondolhatjuk, hogy mindig végig a narcisztikus irányít. Úgy tűnhet, hogy a narcisztikus húzogatja a madzagot, ugye szeretett bombázással támad, csábítgat, kamu empátiával fordul feléd ebben az időszakban, majd amikor megszerez, hát akkor kezdi elveszíteni az érdeklődését, irántad, leértékel, majd megvet, elvet, eldob. De az, ott van az is, hogy tudjuk, több videóban elmondom, hogy képtelenek az intimitásra. Hiszen a vadászat az, amit leginkább kedvelnek a párkapcsolatokban. De gyakran ők azok, képzeljétek el, akiket el... tehát gyakran ők azok, akik elhagynak, vagy legalábbis fenyegetőznek azzal, hogy elhagynak minket. Azonban, képzeljétek el, igazából sokkal gyakrabban, mint gondolnánk, a nem narcisztikus fél az, aki elhagyja a narcisztikust. Hiszen minél inkább megismerjük a narcizmust, és a narcisztikus bántalmazást, a narcisztikus kapcsolatokat, annál inkább rájövünk, hogy hát igazából sokkal gyakrabban van az, hogy a nem narcisztikus hagyja el a narcisztikust, mint gondolnánk. Az emberek ugyanis rájönnek arra, hogy ez egy olyan minta, ami nem fog változni. Ha te hagyod ott a narcisztikust, akkor általánosságban elmondható, hogy a narcisztikusnak ez nem fog tetszeni, mivel ez azzal egyenlő, hogy elveszíti az irányítást a narratívája a forgatókönyve felett, hát és úgy általánosságban is, ő pedig szeret irányítani, szereti a kontrollt magánál tartani. Elveszti az érvényesítésedet, a hitelesítésedet, és mindazt a kényelmet, komfortot, amit te hoztál az életébe, ahogyan a hatalmukat is ugye elveszítik feletted. A válaszuk arra, hogy te hagytad el őket, ugye terjedhet a dűtől a gúnyolódásig, már mint a reakciója, azt mondja, hogy tényleg azt gondolod, hogy ki bírod nélkülem? Úgyse bírod ki nélkülem. Egészen a látszólagos közönyig terjedhet ez az egész, de amit nagyon sokan elfelejtenek ezzel kapcsolatban, az az, hogy akiknek nagyon erősek, tehát bővelkednek a narcisztikus jellemvonásokban, vagy nárcisztikus személyiség zavarosak, tehát akik már súlyosabb esetek, azok nagyon sebezhetők az elhagyatás érzését illetően. Az elhagyásra, elhagyatásra gyakran a törékenységet és kétségvesés sugalmazó személyiségbeli mintázattal, vagy a mentális betegségekkel kapcsolatban szoktunk gondolni úgy gondoljuk, talán úgy véljük, hogy a narcisztikus túl hideg, túl rideg, túl nagyképű ahhoz, hogy ezt megérezze. Az elhagyatás azonban egyfajta értelmezési probléma is. Vannak, akik már akkor is azt hiszik, hogy elhagyták őket, ha a másik elmegy egy utazásra nélküle, vagy dolgozni megy, vagy hazamegy egy időre a családjához a szeparáció ezen pillanatai ugyanis aktiválnak valami nagyon ősi dolgot a narcisztikusokban, a séma tréningen úgy mondjuk, hogy aktiválja a sémáját. Például ezt az egyes számú elhagyatottság instabilitás sémát. Nem igaz, hogy a narcisztikus immunis az elhagyásra, ugyanis a narcisztikusok nem tudják megfelelően szabályozni az elhagyatás érzését. Vannak, akik ezt a kötődés elmélettel hozzák összefüggésbe, a kötődés elméletet nagyon részletesen a koltterápián tanítom. A kötődés elmélet hívei szerint a narcisztikus személyiség zavarban szenvedőknek nagy valószínűséggel bizonytalan kötődési stílusa van. Vagy szorongó, vagy dezorganizált, vagy leggyakrabban az elkerülő minta az, ami jellemző rá, Ugye van egy domináns kötődési stílus, aztán ez időnként változhat, de ennek eredménye az, hogy nagyon-nagyon nehéz ezen a primitív szinten, tehát a narcisztikus számára, hogy biztonságos módon legyökerezzen egy kapcsolatban, hogy gyökeret ereszten a másiknál. Mert az ilyen típusú kötődési stílusú embereknél az elmenetel pillanata mindig nagyon nehéz, mert ilyenkor az összes kötődési sebe, az összes kötődési problémája aktivizálódik. Azok, akik narcisztikus mintákkal teli kapcsolatban élnek, vagy korábban éltek, azok lehet, hogy felismerik ezeket a mintákat. Tegyük fel, hogy narcisztikus párkapcsolatban élsz, és úgy hozta a sors, hogy néhány napot vagy néhány hetet külön kell töltenetek, üzleti útra kell menned, vagy máshová kell elutaznod, ez lehet munka, családi ügy, bármi. Közeleg az elutazás napja, és akkor észre fogod venni, hogy egyre feszültebbé és feszültebbé válik a hangulat. A narcisztikus egyre nyugtalanabb lesz. Elkezd semmiségeken vitatkozni veled. Azt veszed észre, hogy egyre nehezebb az egész kapcsolat frusztrált vagy, mivel te azt szeretted volna, hogy az elutazás előtti napok, vagy csak a pár óra, az kellemesen teljen el. De minél jobban próbálkozol ezzel, a dolgok annál szörnyűbben alakulnak, a narcisztikus annál borzalmasabban viselkedik. Ugyanez lesz a reptérre vezető úton is, az indulás utolsó percéig. Ha van ilyen tapasztalatod, kérlek, itt a komment szekciókban, a videó alatt oszd meg másokkal is, hogy mások is felismerhessék ezeket a helyzeteket. Ehhez hasonló mintázat rajzolódhat ki akkor is, amikor hazatérnek, visszatérnek egy utazásról, vagy te térsz vissza az útról. És most eszembe is jutott, hogy több ügyfelem is mesélte azt, hogy valahova elmentek Közösen nyaralni, vagy külön nyaralni, nem külön nyaralni, és a hazatérést követően romlott el minden, hiszen akkor bekapcsolhattak ezek a sémák. Ahelyett ilyenkor, hogy egymás karjába borulnátok, azt veszed észre, hogy a narcisztikus párod hezitál, szinte közönyös, távolságtartó. Ezek a minták nem ritkák azoknál, akiknél a fent említett kötődési problémák, az előbb említett kötődési problémák állnak fent. Tehát bizonytalan típusú kötődése van. Tehát a kötődésüket szorongás, elkerülés, ambivalencia vagy dezorganizáltság jellemzi. Mindez összhangban van azzal az elképzeléssel, amely szerint a közelgő eltávozás ingerli a primitív ősi elhagyástól való félelmet, a visszatérést pedig a harag jellemzi, nem hiszem el, hogy képes voltál elhagyni érzés. Gondolja, mondja, teszi ezt úgy, hogy tulajdonképpen ő az, mert ilyen is van, hogy a narcisztikus utazott el. Tehát akkor is előjön ez az érzés, amikor ő utazik el. Ugyanis nem számít neki, hogy kiment el. Ő csak azt látja, hogy ti ketten távol vagytok, vagy voltatok egymástól egy időre. Mindez azért van így, mert az elhagyatás és az attól való félelem egy nagyon primitív, nagyon ősi tapasztalat. Tapasztalás. Náluk ez nem olyan, mint amikor egy felnőtt, egy egészséges, vagy mondom úgy inkább, hogy nem narcisztikus felnőtt, azt mondja a másiknak, hogy viszlát, később találkozunk, felhívlak, mihely megérkezem. És mindketten tudjátok, hogy később majd tényleg találkoztok, pár nap múlva, pár hét, pár hónap múlva. Ez náluk nem ilyen, hanem olyan, mint amikor a baba, a kisbaba teljes rémületbe kerül, halálfélelme lesz, mert nem érti még, hogy a gondozója, az általában az édesanyja, aki ilyenkor a baba gondját viseli, az nem ő maga, hanem egy különálló személy. És ilyenkor nem érti, hogy mi történik, amikor az elsődleges gondozó, általában az az édesanyja, elhagyja a szobát. És ilyenkor bekapcsol a halálfélelmet. A narcisztikus ember, aki pedig már felnőtt, szintén így érez. Ezért, amikor a felnőtt pár kapcsolatában, vagy ő, vagy a párja elmegy néhány órára, vagy napra, vagy bizonyos esetekben hosszabb időre, vagy lélekben, akár örökre, mert mondjuk szakításra kerül a sor, az számára olyan, mint egy kataklizma. Az antagonista személyiségű, tehát az ellenséges emberek, Érzékenyek az elutasításra. Az elutasítás megtapasztalása számukra érzelmileg felkavaró. Gyakran túlzóan reaktívak lesznek, legyen szó bármiféle elutasításról, akár csak arról, ha valaki nem fogadja el az ő vacsora meghívását. Ez az elhagyástól való félelem alacsonyabb szintje, amely lehet, hogy nem olyan nagy mértékű, mint mondjuk, amikor elváltok pár napra de az elutasítása való érzékenysége igen, ami magyarázatot adhat arra, hogy miért olyan túlzóak a reakciója a legapróbb kritikára, vagy akár arra, ha nem mész el arra a vacsorára, vagy ebédre, ahova meghívott. Ha azt mondod neki, hogy nem tudok elmenni, akkor azt lehet, hogy ő úgy értelmezi, mintha, mintha őt magát utasítottad volna el, mintha ez a szeretet, vagy a tisztelet elutasítása, ilyen szempontból a szeretet vagy a tisztelet terén ért ős veszteség lenne ez a számára. De hogy ennek a törékenységnek ellenére, törékenység ellenére milyen képet mutat kifelé, az már egy teljesen más történet. Ne feledd, a narcisztikus nem szeret gyengének tűnni a többi ember előtt, így tagadni fogják ezeknek az eltávolodásoknak a rájuk tett hatását. El fogja tüntetni, el fogja fedni. Sokkal valószínűbb az, hogy düve reagálnak. Dühösek lesznek rád, mert te voltál az, aki aktiváltad bennük ezeket a kellemetlen érzéseket, amelyeket ők maguk nem értenek. Lehet, hogy túlságosan is hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig ők az irányítók, hogy a narcisztikus a domináns fél a kapcsolatban, így meglepődsz, amikor azt látod, hogy ennyire törékenyek is tudnak lenni egy közelgő, vagy éppenséggel egy nem is létező, csak a fejükben létező elválás miatt is. Amikor kedves próbálsz lenni, és meg akarod nyugtatni, akkor még gőgösebb lesz még hozzá azért, mert rávilágítottál az ő sebezhetőségére, törékenységére, és ő ezt nem szereti. Nem akarja, hogy mögélás. Az elhagyástól való félelmet és az arra adott túlzott reakciókat sok esetben a borderline személyiség zavarhoz kötik. Mert az elhagyástól való félelem és a borderline az kéz a kézben jár a legtöbb esetben. A borderline és a narcisztikus személyiség jellemzők eredetüket tekintve, ugye erről sok videóban beszélek, nagyon közel állnak egymáshoz. És mind a kettőnél nagyon erős az elhagyási félelem, az, az elvállástól való szeparációtól való szorongás, az elhagyatási séma. Az elhagyástól való félelem krízisének a narcisztikus személyiség zavarral küzdők esetében a kötődési problémák figyelembevételével igenis van értelme. A helyzet viszont az, hogy nem ezt várjuk, nem erre számítunk a narcisztikusnál, mivel egyébként nem látjuk ezt a szintű kétségbeesést nála és instabilitást, mint amennyire a borderline-ok -ok esetében ezt észrevehetjük. Az elhagyatás problémája magyarázatot adhat a hoovering, azaz a visszaporszívózás jelenségére is. Most lehet, hogy elgondolkozol azon, hogy ha a narcisztikus fél az elhagyástól, akkor miért akar elhagyni, majd utána visszarángatni magához? Vagy visszaszerezni akkor, ha te hagytad el. Érdekes módon a narcisztikusok és a többi ember is gyakran azért lépnek ki a kapcsolatból, mert ezzel próbálnak valaminek az elébe menni, megelőzni. Van ez a megelőző elhagyás. Például annak, hogy a másik hagyja el őket. Ha ő hagyja el a partnerét, akkor továbbra is ő irányítja a narratívát, ő irányítja a félelmet. Ez olyan, mintha előre tudnánk, hogy mikor jön a legfélelmetesebb rész a filmben, így már nem fogunk annyira megijedni. Ilyenkor, amikor az illető megpróbál lelépni, vagy elébe menni az elhagyatásnak, akkor előjöhet egyfajta ősi, primitív, megoldási módszer, megküzdési reakció. A dezorganizált, megközelítés, elkerülő eltávozás, az aféle menj el, gyere vissza, nem, nem, inkább nem menj el, nem, inkább mégis gyere vissza, menj el, ez az, ez a stílus jellemzi leggyakrabban a narcisztikus kapcsolatokat. Menj el, gyere vissza, nem, nem, inkább menj el, nem, inkább mégis gyere vissza. Ez az a fázis, amikor láthatóvá válik a hoovering, amelybe lehet, hogy bele is esel, és hogy az egész körforgás újra elindul, és megy újra, meg újra, meg újra, olyan, mint amikor a gyerek idegesíti az anyját, az anyja eltávolodik erre. A gyerek azt mondja, hogy vissza akarom kapni az anyát. Az elhagyástól való félelem, amely oly sok narcisztikusra jellemző, gyakran kapcsolódik a hitelesítés, ezeket csináljuk ugye a TKAK-n, ezért a narcisztikusoknak is hasznos a TKAK képzés. A narcisztikus forrás az irányítás elvesztésétől való félelemhez ráadásul még aktiválja a szégyen érzet beindulását is bennük. Ha elkezdesz ennek mentén gondolkodni, akkor észreveszed, hogy van benne némi logika. De mindez csak hozzátesz ahhoz, hogy az egész kapcsolat olyan legyen, mint egy hullámvasút. Adja magát a kérdés, amely szerint mi lehet az ellenszere az elhagyatásnak, az elhagyásnak, az elhagyási traumának? Hogyan lehet kordában tartani az elhagyástól való félelmet? Hát csak úgy, ha biztonságban érezzük magunkat a világban. De hogyan jut el odáig egy ember, egy olyan ember, aki nem tudja, hogy milyen ez az egészséges kötődés, hogy milyen a biztonságos kötődés? Eljár terápiára, és dolgozik magán. Aztán megtanulja, sokszor hosszú évek alatt az önmaga iránti együttérzés, vagy eljár coachingra. Megtanulja, hogy mi az az önreflexió, a tudatosság, és rájön, hogy az érzelmek nem is olyan félelmetesek. Ezek egyike sem könnyű viszont a narcisztikusok számára. Nagyon sok olyan ember van, aki nem tapasztalta meg gyermekkorában, hogy milyen is a biztonságos kötődés. És ez olyan pici korunkban van, hogy nem is tudjuk felidézni. A tk azt tanítom, hogy erre két éve van a szüleinknek, vagy volt. Két éves korig kialakul, hogy biztonságos vagy bizonytalan lesz a kötődésünk. Tehát sokan nem tapasztalták ezt meg, természetesen a kódependensek, és a borderline -ok sem tapasztalták ezt meg, a legtöbbüknek nem is biztonságos a kötődése, de sokan mégis képesek arra, hogy végig menjenek ezen a nehéz, de rögös úton, elvégezzék azt a kőkemény pszichológiai munkát, például azt, amit a tk kán csinálunk három hónapig, amely ahhoz kell, hogy felnőttként végre biztonságban érezhesse magát a világban. A narcisztikusok körében ugye nagyon-nagyon ritka, ő ritkán megy el, vagy ritkán csinálja végig a terápiát. Gondoljunk bele abba, amit a korábbi videókban már sokszor mondtam, hogy a narcisztikus állandóan fenyegetve érzi magát. Folyamatosan úgy érzi, hogy üldözik. Még akkor is, amikor semmi fenyegető nincs a fejükben, akkor is ezek a gondolatok kavarognak. Ugye paranoyások. ezeket tanítom a koltérápián. Az elhagyatás pedig igencsak az elején található, a sor elején azon a listán, ahova azokat a dolgokat írják föl, amik fenyegetik, vagy az a képzeletük, vagy elképzelésük szerint fenyegetik őket. Erre remek példa, az, amikor azok, akik narcisztikus házasságban élnek, vagy éltek, biztos, hogy ők megtapasztalták. Szóval, amikor azt mondod, hogy nem akarok elválni, nem hiszek a vállásban, házasságban akarok élni, benne kell maradnom a házasságban, gyerekeim vannak, ott a pénz, a kultúra, a vallás. Tehát benne élsz egy narcisztikus bántalmazással teli kapcsolatban, aztán egy nap mégis azt mondod, hogy elég hogy nem bírod tovább már elviselni. De a kapcsolatban mégis az fog történni, ami a narcisztikus házasságokban egyáltalán nem szokatlan, hogy a narcisztikus partner fog a vállással fenyegetőzni. Fenyegetőznek a vállással, a szakítással, de mégsem teszik meg. Ez a gázlángozás egyik fajtája. Ezzel az a céljuk, hogy maguk mellett tudják tartani a másik embert, aztán amikor muszáj, akkor mégis felsorakoznak mögéd, mert azt gondolják, hogy ha nem így tesznek, akkor elfogod, te fogod elhagyni őket, otthagyni. Ez tehát nem egy ritka húzás tőlük. A dolog itt kezd érdekessé válni. A narcisztikus bántalmazó házasságban igen gyakran hangoznak el a fenyegetések, hogy el fogok tőled válni, felhívom az ügyvédet, beadom a vállópert, el fogok innen menni. Gondolom ismerősek ezek a dolgok. Erre te, a nem narcisztikus fél, azt mondod, ha nem, nem narcisztikusként hallgatod ezt a videót, hogy nem akarom, hogy ez legyen. Mit kell tennem azért, hogy ne így legyen? Aztán egy napon mégis te fogod azt mondani végül, hogy elég volt, Végeztem veled. Ha el akarsz válni, akkor gyerünk, most csináljuk. Erre a narcisztikus. Nem gondolhatod komolyan, dolgozzunk ezen, meg tudjuk oldani. Na ez az a pillanat, amikor az elhagyástól való félelem újra aktiválódik. Ameddig ők vezetik a narratívát, ameddig ők fenyegetőznek a vállással, addig ők irányítanak. Főleg, ha azt észlelik, hogy nem, hogy nem akarod hogy te nem akarod. De ha azt mondod, hogy oké, okay, rendben, akkor váljunk el, benne vagyok, akkor nagyon-nagyon gyakori, hogy a narcisztikus visszahőköl és a gatyájába csinál. Ez azért van, mert ahogy már sokszor mondtam, az elhagyástól való félelmük adja meg a kapcsolat alaphangját. Bekapcsol az egyes számú séma 18-ból, az elhagyatottság instabilitás, ez a sématerápia nyelve. Remélem, hogy sikerült némi bepillantást nyújtani abba, hogy mennyire sérülékenyek lehetnek a nárcisztikusok az elhagyatottság kapcsán. Ha te neked is van ilyen történeted, ezt nagyon szépen magyarul mondtam, szóval ha neked is van ilyen történeted, akkor kérlek itt a komment szekció alatt, oszd meg a történetedet másokkal, és remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni ma is a tisztánlátásban, akkor, ha te is ebben a cipőben jársz vagy jártál. Ne feledd, hogy szeptemberben, 2021. szeptemberben minden az elkövetkező fél évben induló képzésemre 50% kedvezménnyel tudsz most jelentkezni, ennyit, ennyit tudsz most kapni, tehát 50% a befizetendő összeg gyakorlatilag, és ezért vehetsz részt a képzéseken, amit a Kisfia műtétjére gyűjtök, ha szeretnél a támogatásban részt venni, az elérhetőséget, a Paypal elérhetőséget is és a bankszámlaszámot is megtalálod a videó leírás alatti utolsó sorokban. Köszönöm, hogy velem tartottál ma is, találkozunk hamarosan!